Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora október 25-én szerdán. Pénteken erőművek éjszakája. A programhoz idén is kapcsolódott az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Erről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Árvízvédelem, erősítik a töltést a Krasznán. Elismerés, díszpolgári címet kapott Sesták Oszkár fényes titkén. Erőművek éjszakája, a hulladékos cég is várja a látogatókat. Nagyszabású árvízvédelmi beruházás zajlik a Kraszna térségében. Megerősítik és járhatóvá teszik a töltéseket annak érdekében, hogy egyrészt biztonságosabbá tegyék a térséget, másrészt élmény nyújtsanak a kerékpározóknak is. A beruházásról kérdezem Luca Zoltánt, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjét. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon szívesen, jó estét kívánok. Ugye, mi ennek a beruházásnak a lényege, miért fontos az, hogy ezt megcsinálják, ezt az erősítést? Ez a projekt lényege, hogy a töltéseket, a földműveket az árvízi biztonságra növeljük, tehát a mértékadó árvízszinteket meghaladó méretűek legyenek a töltések. Tehát ez a projekt az árvízi biztonság növelése a Felső-Tisza vidéken. Ez a Magyar Állam támogatásával készült ez a projekt a Széchenyi 2020 program keretében. Ugye ez egy KEHO projekt, itt a támogató, tehát a konzorcium vezető az Országos Vízügyi Főigazgatóság, és mi a FETI Vízig, a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság pedig a projekt kedvezményezettei vagyunk. Ennek a projekt keretében mintegy 22 km hosszban az előír biztonsági szintre kiépülnek a töltések, tehát ennek van egy árvízi biztonság növelő szerepe, illetve, ahogy ön is mondta, egy turisztikai, hiszen ezek burkolt töltések, tehát a kerékpárút hálózatba is be lesz kötve. Mit kell tudni erről a töltésről, hogyan épül ez föl, hogyha valaki nem látott még ilyet esetleg, vagy csak nagyon kívülről látta, akkor mitől biztonságos ez, mi van benne, csak föl van benne, hogy épül egy ilyen töltés fel? Hát a korábbi töltések, ugye korábban megépültek, a régi árvízi biztonságra készültek el. Ugye ezeknek a régi töltéseknek, amik voltak, mind a magassága, tehát magassághiányosnak hívjuk mi, illetve a szerkezete is, ugye a Kraszna talajszerkezete alapvetően nem egy erős talajszerkezet, tehát az árvizekkel szembeni ellenálló képessége sem megfelelő. És most a töltés fejlesztés keretében minden irányban, tehát magasságilag is fejlesztve lett a töltés, szerkezetileg is, tehát egy ellenállóbb talajszerkezet, nagyobb méretekkel rendelkezik, és ez a mértékadó árvízszintre emelés, sőt ez ugye +1 méter, tehát a mértékadó árvízszint felett 1 méterrel van, ez azt jelenti, hogy hogy a megújított értékeknek megfelel, tehát a törvényi előírások szerinti árvízi biztonságot adja. Tehát megvizsgálja, gondolom, a FETI Vízik, hogy melyek voltak az eddigi legmagasabb árvizek, és akkor ahhoz képest méretezték be ezeket a töltéseket. Igen. A mértékadó árvízszintek korábban évtizedekig nem voltak változtatva, tehát úgymond az egy kőbevésett érték volt, de az utóbbi évtizedekben olyan magasak lettek az árvízszintek, tehát az utóbbi évtizedekben több méteres emelkedést tapasztaltunk az árvízszintekben, hogy ez úgymond megkövetelte a mértékadó árvízszintek felülvizsgálatát. A mértékadó árvízszint alapja egyébként a 100 évente egyszer előforduló árvízszint, tehát az a valószínűségű árvízszint, ami 100 évente egyszer fordul elő, és mérnöki módszerekkel, ugye nem csak a Krasznán, a Tiszán, Dunán, tehát az összes folyón, ez egyébként 2013 és 2014 között volt, megvizsgáltuk ezeket a szinteket, újra lettek számítva, egyébként mint egy 2 méterre magasabbak is lettek az új mértékadó árvízszintek, tehát jók voltak a megérzéseink, hogy emelkedtek az árvízszintek, és egy 2013-ban és 2014-ben ez belügyminisztériumi rendeletbe lett foglalva. Ezek az új értékek, tehát törvényi erőre emelkedett, és erre, tehát az új létesítmények erre kerültek kiépítésre. Tehát konkrétan ez a projekt is, a töltések erre a magassági szintre lettek kiépítve, illetve a +1 méter a biztonsági szint. Nem csak a Krasznát érinti ez ebben a beruházásban, hanem a Batárt is, ami a Krasznának egy mellék folyója. Mit kell előbb kis folyóról tudni, ezt szerintem csak azok is, mert akik a környéken élnek elsősorban. Igen. Hát visszatérve még egy picit az árvízszintekre, ugye amikor mi ezt újra számoltuk, ez közösen történt az ukrán féllel, hiszen ugye onnan érkeznek az árvizek. Létre is hoztunk, tehát megterveztünk egy közös magyar-ukrán árvízvédelmi fejlesztési programot,
programot, ahol vízgyűjtő szinten megterveztük, hogy mit milyen szintre kell kiépíteni. Ennek egy része tározó építések voltak, tározás, illetve a töltések emelése. Na most Ukrajnában a töltések megemelésével kezdték ezt a munkát, és a belterületeik védelme érdekében ez ki is épült Técsőtől lefelé nagyon sok helyen, és ugye a Batár folyó az Ukrajnába ered, tehát azért vezettem fel ilyen hosszan, és ők kiépítették a saját töltésrendszereiket, értelemszerűen a saját védelmük érdekébe, de nálunk ez úgymond kockázatáthelyezés jelentett, tehát kialakulhat a két ország töltései között egy olyan szakasz, ami nincs fejlesztve, és az ott az árvizek ott kitörhetnek, árvízi elöntések keletkezhetnek. És a Batár az tipikusan ilyen folyó. Na most ez a projekt, ez ugye mivel Kehop projekt, itt a fejlesztések csak magyar területre koncentrálódhatnak, tehát a beavatkozások magyar területen történnek meg, de azon a 600 méteres szakaszon, ami magyar területen van, ezért emeltük meg a töltést, hogy azt a hiányt kiküszöböljük, tehát lecsökkentsük azoknak a szakaszoknak a hosszát, amik ugye árvízi veszélyt jelentenek. Tehát ezért volt fontos, hogy itt hozzá tudtuk kapcsolni a krasznai fejlesztéshez ezt a Batár töltésfejlesztést. Egyébként ez egy komoly töltés lett, 4 méteres koronaszélességgel, ugyancsak aszfaltburkolattal. Az aszfaltburkolatra miért van szükség? Csak a kerékpárosok miatt, vagy van ennek egyébként szakmai oka is? Ennek elsősorban szakmai oka van, hiszen ez egy ugye burkolt töltés, tehát ez azt jelenti, hogy a koronaburkolattal ellátott, tehát az árvízvédekezéskor a szállítójárművek, a védekezést végző tehergépjárművek ezen a töltésen tudnak közlekedni, tehát elsősorban ennek az a szerepe, hogy a töltés koronát a nagy gépjárművek, hát ezt úgy mondjuk, hogy ne járják szét, ne tegyék tönkre, az egy kellemes járulékos haszna ennek a fejlesztésnek, hogy ezek a töltéskoronaburkolatok, ezek kerékpározásra alkalmasak, tehát kerékpárútnak is alkalmasak, és bekapcsolhatóak a kerékpárút hálózatba. Ugyanilyen például a Beregi tározónál, ahol teljesen körbe lehet kerékpározni a tározót, tehát ez egy kellemes turisztikai helyé is tudjuk tenni ezeket a töltéseket, és nem csak az árvízvédekezés szempontjából hasznosak. Most egy fikciót mondok, hogyha visszatérnénk a 2001-es állapotokhoz, amikor a nagy tiszai árvíz volt, ami mindenképpen megrendítő élmény volt mindenki számára, a szakmának is, meg a ott élőknek is, ha egy olyasmi árhullám jönne most, mint akkor volt, akkor a mostani felszereltséggel és a mostani töltésrendszerrel gyakorlatilag meg tudnánk úszni egy ilyen hatalmas víztömeget, vagy azért az is gondot okozna még most is a szakmának is, meg az ott élő embereknek is. Gondot okozna, de mi arra készülünk, hogy egy ilyen katasztrofális árvizet, mint ami volt 2001-ben, már szeretnénk töltésszakadás nélkül levezetni, hiszen a Tisza folyó felső szakaszán kiépültek a töltések, közben azért 20 év alatt megépült 3 árapasztó tározó, ugye ez a nemrégiben átadott Tiszatúr tározó, a Beregi árapasztó tározó, ennek a két tározónak az együttes térfogata több mint 100 millió köbméter, illetve a Szamos folyón ugye a Szamos Kraszna közé tározó. Tehát volt egy országos üzemirányítási projekt, amiben mi felkészültünk az ilyen nagy árvizek üzemirányítására. Most tavaly júniusban, illetve idén júniusban volt is nagy tározónyitási gyakorlatunk, tehát mi már szeretnénk egy ilyen nagy árvizet felkészülten várni, betároznánk az árhullámot, ezt úgy mondjuk szaknyelven, hogy megskalpoljuk az árhullámképet, és szeretnénk problémákat, tehát katasztrófa mentesen levezetni ezt az árhullámot. Mi azok a annak, hogy hála Istennek mondjuk ilyen nagy árvíz 2001 óta nem volt, legalábbis a hírek nem nagyon szóltak róla, lehet, hogy voltak magas vízszintek, de ilyen hála Istennek nem történt. Ennek abszolút természeti okai vannak, vagy valóban most már annyira felkészült a Feti vízig is, meg az ukrán partner is, hogy hamarabb észre lehet venni egy ilyen árhullámot. Természeti okai is vannak, hiszen ugye egy akkora árhullámhoz több száz milliméter csapadék tevékenység szükséges, az előzi meg. Tehát az elmúlt 10 év inkább a szájos volt, tehát ugye nekünk most már készülnünk el a vízvisszatartásra is. Már a legújabb tározó Tiszatúr úgy is épült meg, hogy még történelmileg kis vízszint idején is tudunk vizet kivezetni.
ezért gyakorlatilag ezért nem jelentkezett nagy árhullám, mert nem volt akkora csapadékmennyiség, illetve ahogy ön is mondta, a kisebbeket, harmadfokú árhullámokat, meg már úgy le tudunk vezetni, hogy azt a közvélemény nem is érzékeli problémaként. De ez nem jelenti azt, hogy ez nem következhet be bármikor. Most idén ugye nagy árvizek voltak a Dráván, a Rábán, tehát azok a folyók is bebizonyították, hogy akár 50 év kihagyás után is lehet rendkívüli árvíz, tehát semmiképpen nem szabad, hogy elbizakodjuk magunkat, mert ezek a tározók még lehet, hogy lesznek használva a mi életünkbe. Most egyébként milyen vízállásokkal lehet számolnia itt a Vármegyében, tehát a Tiszán és mellékfolyóin? Most jelen pillanatban kis vízszintek vannak, a Szamos folyó meg is dőlt a október 10-én a történelmi kis vízszint, ezt mi AKV-nak hívjuk, tehát kis víz volt, illetve a többi folyón, tehát a Tiszán és a Túr folyón, Krasznán is kis vizek vannak, de a következő napokban már csapadék várható. Tehát ez a kivitelezés szempontjából szerencsés is volt ez a szárazabb időszak, mert ugye a Krasznára visszatérve jó haladtak az aszfaltozási munkálatok, tehát így a projekt végére ugye be is tudnak fejeződni, de a csapadék előrejelzés az olyan, hogy ahogy az utóbbi időben többször előfordult, hogy kevesebb esett az előrejelzésnél, de bármikor előfordulhat, hogy több fog esni, és akkor akár átmehet ez bármikor árvízvédekezésbe is. Még egy mondatot arról a korszerű előrejelző rendszerről, amely már most működik, létezik, és nem csak Magyarországon, hanem a szomszédos országokban is. Mit lehet erről tudni? Most már sokkal felkészültebben tudnak egy nagyobb árhullámot is lekezelni, hiszen jó előre látják, hogy valami jön. Igen, hát ugye az elmúlt 20 évben nem csak a töltéseket fejlesztettük, hanem a monitoring rendszert is. A közös magyar-ukrán távmérőrendszer már 192 állomásból áll, ebből 50 Ukrajnában van, a többi Magyarországon, tehát 5 perces adataink vannak, vízállás, csapadék, léghőmérséklet, tehát nyomon tudjuk követni a vízgyűjtő állapotát percről percre. És ez nem a háborús befolyásolt, ez azért attól még működik. Ez működik, tehát ezt mi üzemeltetjük, illetve az Ukrajnában van egy üzemeltető szervezet, aki ezt üzemelteti, és a rendszer kiválóan működik, és ehhez kapcsolódik egy korszerű előrejelző rendszer is, ami 2001-ben még nem volt, egy osztott paraméterű csapadékra folyás modell, ahol már előrejelzett csapadékból jelzünk előre, magyarán már a még le nem hullott csapadékból bekövetkező árhullámra is tudunk készülni. Tehát akkor nyugodtan aludhat gyakorlatilag mindenki a térségben. Igen, mi erre törekszünk, és meg is teszünk ezért mindent. Osztályvezető úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és hát remélem, hogy sikeresen fog befejeződni ez a mostani projekt is. Köszönöm szépen. Más témával folytatjuk. Díszpolgári címet adományozott Fényes Litke képviselőtestülete Sesták Oszkárnak, a Vármegyei Közgyűlés elnökének. A politikus a településéért, az elmúlt 30 évben végzett munkájáért kapta meg ezt az elismerést. A díjat az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vehette át, ahol Munkácsi Anita is ott volt. Híres, keserű búcsú! Mi történt itt? Gyere! Menjünk hozzá! Útközben mindent elmondok neked. Évekig külföldön éltél, és nagyon sok dolog változott meg. Hosszan sorolta a kisdiák, mi minden változott meg a Rákosi diktatúra idején az országban, és mi vezetett az 1956-os forradalomhoz. Egy kis nép mert szembeszállni a vörös diktatúrával, mint Dávid Góliáttal. Szabadságért küzdöttek. Emberhez méltó életért, alapvető emberi jogokért, az igazi demokráciáért. Ünnepi műsorral emlékeztet meg a hősökről és az áldozatokról Fényes Litkén hétfőn délután. A diákok után a kitüntető címek átadására került sor. Meglepetés volt Sesták Oszkár vármegyei közgyűlési elnök számára, hogy idén ő kapta a díszpolgári címet. Az önkormányzati vezető 30 éve tartó következetes és elkötelezett munkájáért vehette át az elismerést. Mindenféleképpen a hála az első az életútért is, a Jóistennek és a helyi közösségnek pedig azért, hogy kitüntetésre méltatott, igazán nem számítottam rá, nagyon jól esik persze az elismerés. Valamelyest azért az életére is emlékezteti, vagy az életkorára is emlékezteti az ember. Bizonyos életkor után, hogyha nem hibázik az ember, vagy talán jót is tesz, akkor ez szinte elkerületetlen.
Hát igyekszem ezzel a méltósággal viselkedni, ez a kitüntetésed, és megerőlkezett bizalomként tekinteni rá a helyi közösségnek, illetve a vármegye egész közösségéhez illetően, és igyekszem megszolgálni ezt a nagyon nemes és érdemes kitüntetést. A közgyűlési elnök arról is beszélt, hogy a közösség szolgálata végigkísérte eddigi pályafutásán. Nem úgy indultam el az életemben, hogy én leszek a vármegyei közgyűlés elnöke, hanem tenni akartam a közösségért. A pályaválasztásom is talán ezt mutatja, népőrnek hívták régen azt a szakmát, amely most közösségszervezőnek vagy közösségépítőnek neveztetik, és azt gondolom, hogy ebben ezzel fog eltelni az életem. Most egy politikai közösséget, egy vármegyei közösséget szervezünk, igyekszünk legjobb módon szolgálni. Azt gondolom, hogy ez ilyen egyenes volt a pályaválasztástól kezdve, aztán a rendszerváltás viharában, rendszerváltás forgatagában azt gondoltam, hogy sokkal többen fogjuk ezt csinálni. Aztán sokszor úgy éreztem, hogy egyedül maradtam, és ez vezetett ez az életúthoz aztán. Elmondta a végén, hogy azt a szót mondta ki, hogy alázat. Mik azok a szavak vagy kifejezések, amik ehhez még csatlakoznak szorosan? A szülők tisztelete, a tőlük kapott példa, a közösség tisztelete, az élet, a munka tisztelete, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb értékek közé tartozik, és alázatra int. Tehát ha 56 hőseit nézzük, mindig is kérdőjelként merül fel az emberben, hogy én hogy viselkedtem volna. Ezek kérdőjelek, nem nekünk kell most megadni rá választ, reméljük, hogy majd ennek az ideje is eljön. Fényes Lütke polgármestere azt mondta, a kitüntetettek életútja minta lehet mindenki számára. Ezek a fényesi kitüntetettek, ezek kicsi forradalmárok. Tehát a mai időszak forradalmárai, akik igenis igyekeztek harcolni, igyekeznek hétköznapjai során harcolni, illetve harcoltak azokért az értékekért, amit meghirdetett annak idején, illetve célnak tűzött ki az 56-os forradalom, a szabadság szeretete, a félelemtől való menekülés, és ez csak úgy lehet, hogyha együtt tartozunk, ezen kívül odafigyelünk másokra. Tehát nem csak önmagunk életéért éljük a hétköznapjainkat, hanem a közösségért is. A díszpolgári cím mellett további kitüntetéseket is átadtak. Fényeske szolgálatáért pedig Kovács Sándor, aki a fogadhajtó hagyományt teremtette meg Fényesitkén, de ugye elmondta, hogy betegsége miatt ugye abba kellett ezt hagyni, de attól függetlenül ugyanúgy a közösség javára él, hiszen jellemző Fényesitkén, hogy a járdákat társamunkába készítjük, anyagot megvesz az önkormányzat, a munkások pedig meghirdetjük és jönnek, és ő a fiával minden évben hűségesen több napon keresztül jön, nem lenne kötelezettsége, elég lenne csak egyszer eljön, hiszen már időskora azért nem biztos, hogy engedély, de itt van velünk. Ezen kívül elismerjük azokat a diákokat, hiszen van egy ösztöndíjpályázatunk, amúgy 7. osztályosoktól egészen egyetemistákig tanulmányi ösztöndíjpályázat, de ki elismerjük most a község előtt azokat, akik még ezeket a penge, nagyon ügyes gyerekek között is, aki a magaslót teljesítették, akik kitűnők voltak. Illetve ugye azért is Fényes Lütke a település nevéhez méltóan, egy szép, rendezett községünk van, ez köszönhető az itt élőknek. Nekünk önkormányzatnak aztán futni kell a lakosságunk után, hogy ezt a színvonalat hozzuk, amit a lakosságunk, illetve az egyházaink a maguk területén végeznek, és elismerjük azokat, akik még szebbet tesznek a kis épületükért, az előkertjükért, illetve a zöldséges kertjükért, hiszen azt is díjazzuk, hogy valakinek rendezett zöldséges kertje van, és ezért van ez a külön kitüntetés a település részéről. Pénteken ismét megrendezik az erőművek éjszakáját. Az országos programsorozathoz idén is csatlakozik az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A látnivalókról kérdeztem egy korábbi időpontban a cég ügyvezetőjét, Petro Árpádot, ezt a beszélgetést láthatják most. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, én is köszöntöm a tévénézőket. Erőművek éjszakáján mi az, amiről egyáltalán van-e valami olyan titok, amelyről fel fogják lebenteni a fájdalmat? Mivel várják a látogatókat? Az erőművek éjszakája egyébként a Magyar Közműszabályozási és Energetikai Hivatal egyik kezdeményezése, ahol betekintést szeretnének biztosítani a lakosság részére olyan létesítményekbe, üzemekbe, ahol energiát termelnek.
hogy hol csatlakozunk mi ide, tulajdonképpen mi is valamilyen formában a közműszabályozási hivatalhoz tartozunk, mert az árképzések a hulladék gazdálkodásban ott születnek meg, ezért becsatoltak bennünket is, és mi pedig viszont örömmel kaptuk a lehetőséget, mert így legalább be tudjuk mutatni a lakosságnak, hogy tulajdonképpen mi mivel is foglalkozunk. Egyébként a lakosság csak a jéghegy csúcsát látja a hulladék gazdálkodásban, annyi, hogy otthon esetleg külön gyűjti a hulladékát, esetleg kiteszi a kukáját, és a kukásautó elviszi. Persze ugye... van egy olyan városi legenda, hogy minek gyűjtsem külön, mikor megfigyeltem, hogy úgyis egy autó viszi el a szelektív szemetet, tehát hogy igen, egybe gyűjtik. Valóban, ezt mi is hallottuk, és ezért szeretnénk kihasználni a lehetőséget, hogy bemutassuk a lakosságnak, hogy mi mit kezdünk a hulladékkal, hogy miként válogatjuk, miként lesz abból az egyvelekből, amit mi átveszünk a lakosságtól, miként lesz anyagában újrahasznosított hulladék. Pontosabban szeretnénk a lakosságnak lehetőséget biztosítani, hogy betekintsenek egy olyan területre, ahol eddig illetéktelen személyek nem tartózkodhattak magyarul. Szeretettel várunk mindenkit. A rendezvény az ingyenes, viszont regisztráció köteles, és a honlapunkon, valamint a Facebook profilunkon is kitettük a linket, ahol a jelentkezést el lehet végezni, a regisztrációt meg lehet tenni. Egy kicsit csináljunk kedvet ehhez a programhoz. Szóval, hogyha ellátogatnak önökhöz, hova kell egyáltalán menni helyileg, és mi az az újdonság, amit esetleg megtekinthetnek, és csak ezen a napon tekinthetnek meg a érdeklődők? Valóban így van, újdonságok vannak. Az előző években megtekinthették a válogatott csarnokunkat, ami az idei évben kibővült, talán mondhatom azt nagy örömmel, hogy Magyarország egyik legkorszerűbb hulladékválogató művéhez, ami nagyon minimális emberi erőt igényel, és automata rendszerekkel, különböző mechanikai és optikai rendszerek segítségével külön válogatja a hulladékot, anyagában, színben, olyan formában és olyan minőségben, ahogy azt a felvásárló piac tőlünk megigényli. Mert hogy mi, mint fogyasztók vagy a lakosság, ugye szétválogatjuk úgy, hogy papírhulladék, PET palack vagy fémhulladék, és akkor ezt még a rendszer még szétválogatja még inkább? Valóban nem is lenne szükség szétválogatni a lakosságnak, hanem csak egyedénybe összegyűjteni ezeket a típusú hulladékokat, amit az imént felsorolt, egy kukába kihelyezni, és az autó begyűjti, és beszállítja ebbe az üzembe, ahol, mint ahogy mondtam, mechanikai és optikai rendszeren átengedve, a fajtánként, a fajtán belül színenként külön van válogatva. Talán európai viszonylatban is egy nagyon modern válogatómű, ami hát sokkal hatékonyabbá teszi azt a rendszert, amit mi fenntartunk erre a célra. Hogy miért kell ez miért kell ezt látni a lakosságnak? Egyébként azért, hogy a tévhitet eloszlassuk, valamint az, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy milyen környezetterhelő az, hogyha nem gyűjtik külön a hulladékot, és bekerül a vegyes hulladék közé, ahonnan kiválogatni esetleg csak nagyon nagy költségek árán lehet. Miért fontos nekünk a szelektíven gyűjtött hulladék? Azért, hogy azt a rendelkezésre állást, akár a járatrendszerben, akár az eszközrendszerben, amit biztosítunk a lakosság részére, azt még hatékonyabbá tudjuk tenni, egységre vetítve. Szóval minél több hulladékot tudunk begyűjteni, annál nagyobb lesz a hatékonysága a rendszernek. És ez a rendszer, ez 15 000 tonna per év mennyiségre van kapacitálva, de ezen felül is lehet még feldolgozni vele. Jelen pillanatban most naponta két műszakban dolgozunk vele, szóval még a harmadik műszak az még mindig kihasználatlan, ami azt jelenti, hogy van még lehetőség arra, hogy még több hulladékot feldolgozzunk. És a cégvezetőjéként hogy látja, mi mennyire vagyunk fegyelmezettek, mennyire tudjuk már valóban jó mennyiségben szétválogatni a szelektívet a kommunális hulladéktól, vagy van-e még hova fejlődni?
a közszolgáltató, vagyis most már a hulladékgazdálkodási közreműködő felelőssége az, hogy átadja azt a pozitív gondolatot és a helyes gyakorlatot a lakosság részére, hogy miként szeretné, miként várja el a lakosságtól a szelektív hulladékgyűjtést. Egész évben marketing hadjáratot indítunk a lakosság fele, ahova bevonjuk a gyerekeket, a felnőtteket, a családokat külön, hogy átadjuk ezt a tudást, átadjuk a helyes gyakorlatot, ahhoz, hogy minél nagyobb mennyiségben, minél jobb minőségben tudjunk a lakosságtól hulladékot begyűjteni. És hogyha nem is lehet exakt módon kimutatni azt, hogy a marketing milyen hatással van az emberek szemléletére, az emberek tudatára hogyan tudunk hatni. De azért azok a mennyiségi adatok, amit az év végén mi összesítünk és kimutatunk, azok növekvő tendenciát mutatnak. Ősz hulladék mennyiség mellett esetleg stagnál a vegyes hulladék mennyiség, sőt volt olyan év, amikor még csökkent is. Ennek ellenére a vegyesen és a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége pedig növekedik. Szóval én úgy gondolom, hogy Nyíregyháza és a megye lakossága nagyon is befogadó az új újdonságokra, nagyon is környezettudatos. Természetesen azért a csillagos ég a határ, úgyhogy még nagyon sok munkánk van ezen a területen. Hogyha valaki ellátogat, akkor ebbe a válogatóba hogyan készüljön? Mert az ember azt gondolná civilként, laikusként, hogy például elnézést a kifejezésre, biztos büdös lesz, és akkor mondjuk a gyereket úgy nem viszem. Szóval hogyan készüljünk? Szerintem utcai ruhában nyugodtan el lehet jönni, utcai viseletben, természetesen nem gyógyszertárba fognak majd jönni. A hulladék akár a minőségében, akár az illatában, vagy a szagában, az természetesen ott van, mert azért a szelektív hulladék is az illetéktelen, vagyis pontosabban a nem pontos gyűjtés miatt tartalmaz nagyon sok olyan anyagot, ami nem oda való, szóval idegen anyagot, de én úgy gondolom, hogy nem kell semmilyen fertőzésveszélytől vagy ilyesmitől tartani, mert az teljesen ki van zárva, valamint úgy van kialakítva a rendszer, hogy közvetlen kapcsolatban nem is kerülnek a hulladékkal. Egyébként mi az oka annak, hogy oda amúgy nem lehet benézni, szóval le van zárva az illetéktelen szemek előtt, mert veszélyes üzem azért ez? Természetesen veszélyes üzem, forgómozgó alkatrészekkel ellátva, nagyon precíz műszerekkel ellátva, amelyek nagyon érzékenyek még a hőmérséklet változásra is, valamint nagy a csarnokban belül is a gépjármű forgalom, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem is lenne célszerű oda bárkit is illetéktelen szemét beengedni. És a hanghatások milyenek? Hát a hanghatások normális decibel mértékűek, lehet, hogy magasabb, mint egyéb más ilyen üzemekben, mert azért eléggé robusztus a szerkezet, robusztus a rendszer. Nagyon sok olyan berendezés van, ami egy adott pillanatban azonos mértékű feladatot végez el, ennek a zajhatása is megvan, de nem kell fülvédő ahhoz, hogy ide valaki bejöjjön. Egyébként mekkora befogadó képessége, szóval érdemes, ha most kapott valaki kedvet hozzá, azonnal regisztrálni, vagy azért viszonylag nagyobb tömeget is be tudnak fogadni, vagy esetleg turnusokra bontják a látogatókat? Mindenképpen turnusokra lesz bontva. Egy órás időszakonként van meghirdetve, szerintem három, ha tévedek, akkor elnézést kérek, lehet, hogy 4 turnusra van bontva, már elég sokan jelentkeztek, úgyhogy ha valakit ez nagyon érdekel, akkor most búzítom, hogy jelentkezzen, mint ahogy mondtam, a honlapunkon is, valamint a Facebook profilunkon is megtalálható link, ahol lehet regisztrálni. Valami más meg lehet esetleg még tekinteni, vagy most ez a központi téma, ez a válogató üzem? Egy órában nagyon sok minden belefér, de véleményem szerint most ez az a top, amit mi be tudnánk mutatni. Többek között azért van egy komposzttelepünk is, ami meglátogatható. Reméljük az időjárás olyan lesz, hogy ez megengedi, hogy eljussanak oda is, de már önmagában ennek a rendszernek a hatékonyságát látni, és azokat a gépeket, ahogy automata módszerrel válogatják a hulladékot, már az is egy látvány lesz. Esetleg a közeljövőre még valami, ha nem is ilyen nagyságrendű fejlesztést, de várható-e a cég életében?
ami esetleg a következő évek valamelyikén adhat izgalmas megtekinteni valót. Tudni kell azt, hogy a társaságunk két tulajdonossal rendelkezik, az egyik a megyei önkormányzatok társulása, valamint a Nyíregyháza város önkormányzata. Mind a két tulajdonos nagyon ügyel arra, hogy azért a cég az korszerű berendezésekkel, eszközökkel legyen felszerelve. Hamarosan, ha minden igaz, akkor 18 darab kukás autó is érkezik. Emellett még elektromos autókat is szeretnénk beállítani a rendszerbe, hogy minél kisebb legyen a környezetterhelés. Valamint önmagunk is fejlesztünk, és önmagunk is beruházunk olyan eszközökre, amelyek hatékonyabbá teszik, de a költségek csökkentésével úgy gondolom, hogy még hasznosabbá teszik a rendszernek a működését. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy eljött, és hát remélem, hogy nagyon sokan lesznek ott pénteken este. Én köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott ma 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb jövő hétfőn találkozhatnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!